Erdély János születésének 200. évfordulóját ünnepeljük és ünnepeltük ez évben. A veszteséget, amely korai halálával a hazai művelődés sújtotta, a kortársak is érzékelték. Amikor a pályatárs Arany János bejelentette az akadémián a halál hírét, elsőként mindmáig érvényesen rajzolta meg Erdély János pályájának hármas évét. Őt idézem. Költő, műbíró, bölcsész. E három jelenség összhangzatban fejlett, jutott érettségre nála, mint költő néhány darabjában senki mögött nem, mint műbíró, az egyetemest a nemzetivel kapcsolva, mindenkor a jelen színvonalán áll, és tetemes része van benne, hogy költészete hazai föld által megizmosodjék. Mint filozof, éppen hazai bölcsészentük Kisdett Panteonának oszlopait rakja vala, midőn a kérlelhetetlen halál, amíg csak 54 éves férfiút e hó 23-án oly váratlanul kivágta sorainkból. Legyen áldott emlékezete. Az író pályája valóban e három Arany által azonosított pilléren nyugodott, de tevékenysége sokrétűbb és szerteágazóbb volt, mint kortársai észlelhették. Érzékelhették. Az 1960-as évek óta számos olyan álnéven, név nélkül megjelent munkája vált ismerté, amelyek mutatják, hogy bármihez is nyúlt, az újra figyelt, az egészet látta, azt, hogy az elmaradt hazai művelődés és gondolkodás közelítse Európához. Mielőtt a három pilléről szólnánk, kiemeljük munkássága első szakaszát, amely élete végéig kísérte, és amivel új pályát jelölt ki művelődésünkben, ez a népi elem feldolgozása volt. 1841. február elején fogalmazta meg erős szándékát, mint írta, a magyar népdalok idézet, melyek szerző, idő és hely nélkül vadvízként buzognak föl a nép szelleméből, idézőjel zárva, illetőleg egy testben való kiadására, mégpedig hangjegyekkel együtt. Tudta, hogy az 1846 és 48 között megjelent három kötet, miként a népiesség elméletének kidolgozása nagy hatása lesz eredeti zene és népdalköltészetünk kifejlesztésére. Kodály Zoltán is a nagy előre tisztelte benne. 1851-ben a hazai közmondások kiadása után is folytatta a munkát. Az évben adta közre a Pesti Naplóban Gyűjtsük a hazai népszokásokat címmel felhívását. A korszakos munkának ezzel azonban vége is szakadt. Az osztrák hatóságok leállították a gyűjtési felhívást, sőt Erdélyt és a lap szerkesztőjét bűnvádi eljárás alá vonták. A hatalom jól érzékelte a népi öntudat ébresztésének veszélyeit. Az első pillér az arany rendszerezés szerint a költői munkásság. Költőként a mindennapok nyelvén írt verseivel és népdalaival hívta fel magára a figyelmet, amelyekben önmaga érzéseit fejezte ki a népdal naív módján. Így segítette a Petőfi féle népdalszerű költészet megjelentését, megteremtését. Hangja új, soha nem hallott jakobinus forradalmár hang volt, amelyen lázadt a sors ellen, amely őt, a plebejust, a porfiút sújtotta. Versei játékosok, érzelemdúsak, soha nem érzelgősek. Történelmi filozófiai gondolatai újszerűek, szokatlanok voltak. Költészetének alaphangja az érzelem és az értelem egysége volt, a líra megújulásának irányát jelezve.
Arany János nagyra értékelte erdélyi költészetét, idézett, mint a saját irányát előkészítő figyelemre méltó teljesítményt, ezért 1862-ben a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőjeként sürgette, hogy az író gyűjtse össze és adja ki újabb verseit, amire akkor nem került sor. A nagy vízhangot keltett Kölb költészete azért merülhetett feledésbe, mert legközelebb csak 2007-ben jelentek meg kiadásomban Erdély János összes költeményei. A pálya ívének második pillére a műbíró és a művitész munkássága. Első kritikája 1837-ben, az utolsó, a pályák és pálmák 1867-ben jelent meg. Az első egy elfeledett ifjú költő szigorú bírálata volt, az utolsó a műbölcsész megszólalását hozta. Az 1840-es években hosszú európai utazása előtt már a hazai jelen a hazai alakok ábrázolását követelte. 45 utáni jó részt az életképe kritikai melléklapjában, az irodalmi őrben és a szerkesztésében, a magyar szépirodalmi szemlében megjelent írásaiban szóba hozta a kor legfontosabb kérdéseit, az irányköltészet, az egyéni és eszméi, a népköltő és nemzeti költő, a népköltészet és nemzeti költészet kapcsolatában. Vörös Marti tanulmányával a korban elsőként mért egy írót világirodalmi mércével. Ő mondta ki, hogy a Vörös Marti életműben a költő a legjelentősebb, míg mások a drámaíró nagyságát méltatták. Ítész társaival ő hívta arra fel a figyelmet, hogy az írók szerepe, miként társadalmi státusuk is megváltozott. Az író már nem vádtész, herderi őr, hanem tudományosan képzett polgár és hazafi. Erdélyi feladatának tartotta, hogy a közönséget új szemléletmódra, elsősorban is önismeretre nevelje, felkészítve a nemzetet a szükséges változásokra. Az érzelmi szavakban megnyilvánuló hazafisággal szemben az áldozatot vállaló, a megújulást szolgáló kölcsei féle tett patriotizmusát követelte. Az irodalmi őr bírálatának szerzőjét csak a 2003-ban megjelent kötet fette fel a szigorú, a közönséget ostorozó kritikusban. 1852 karácsonyán számos skandináv és skót népballadát fordított magyarra, amelyek 53 elején a szépirodalmi lapokban jelentek meg. E ballada fordításokkal az volt a célja, hogy fellépjen a hazai lírában eluralkodó kelmeiség, a külsőségekre figyelő, a népköltészet értékeit lejáró líra ellen. Ennek jegyében írta Népköltészet és kelmeiség című nagyhatású cikkét, amely nagy vitát indított egyfelől erdélyi, másfelől Szelestei László, Lisznyai Kálmán és a kelmeiség többi költője között. A végleges leszámolásra 59-ben került sor, amikor megjelent a legújabb Magyar Líra című bírálata. Az 50-es években Petőfiről, Mikesről, Arany Jánosról, Madácsról írt elemzéseiben már megjelent a lélekábrázolás igénye. Utolsó írásában, a pályák és pálmákban a műbölcsész történeti szemléletével követte a szellem útját, amikor vizsgálta irodalmunk fejlődését 1830-tól 67-ig, amely korszaknak ő is aktív részese volt. E késői írások stílusának szépségét Csengere Antaltól Aranyig sokan méltatták. Utolsó jelentős vállalkozása volt a világirodalmi története, amelyet nagy várakozás előzött meg. Mindössze első része jelent meg,
előszavában új, korszerű gondolatait fejtette ki a világirodalom és a nemzeti irodalmak kapcsolatáról. Arany harmadik pillérként Erdélynek a filozófusi munkásságát jelölte meg. 1856-ban látta éretnek az időt, hogy kiálljon Hegel eszméi mellett. Ekkor mérte fel a hazai bölcsészet jelenét, ami elég elkeserítő volt. Idézet: nem volt más célom, mióta íróvá lettem, mint, ha Isten engedi, legalább egy vonallal mélyebbé tenni a hazai gondolkodást. Nagy tett volt, hogy elsőként hozzákezdett a magyar bölcsészet történetének rendszeres feldolgozásához. Az 1700-as évek végéig jutott el és adta ki a írásait, hirtelen halála miatt ezt sem tudta folytatni, miként a világirodalom történetét sem. Életében mindvégig annak a tervének megvalósítására készült, amelyet 1845 februárjában Párizsban fogalmazott meg. Magunkról címmel tervezett könyvében szembesíteni akarta honfitársait önmagukkal, felvázolva hibáikat és erényeiket. Remélte, ha meglátják magukat tükörben, szakítanak téveszméikkel és szűk látókörükkel. Úgy vélte, hogy ezek vezettek történelmünk számos kudarcához. A kötet nem készült el, bár a népdalok és mondák második kötetének tanulmányában, valamint kritikáiban részletesen mégis elvégezte ezt a munkát. Az Arany János kijelölte három pillér ismertetése után a kortársi emlékezések leírások alapján megkísérlem felvillantani erdélyi személyiségét. Elsőként sógora Vahot Imre írta róla 1842-ben. Idézett: minden szép, jó, nagy és nemes iránti tiszta lelkesedés, okos és jó életfilozófia. Valódi műveltséggel párosított népies egyszerűség, általánosan derült nyugalom, és csak pillanatokra kitörő szenvedélyesség jellemzi, idézőjel zárva. Most már én mondom el, nem idézve a többit. Őszinteségével sokszor sérti a feszes szokásokat, de ő ezekre nem adott. Közlékeny, színes előadó, aki sajátos önálló nézetekkel bír. Kiváló kedélyessége mellett is hajlamos a szatírára, heves és makacs vitázó, de nézeteiből sokat lehet tanulni. Vahot kiemeli, hogy a köznép sorsa és állapota iránt nagy részvétel viselteti. Figyelmeztet arra is, hogy eleven mosolygós arca mögött megbúvik a legmélyebb fájdalom, de soha nem panaszkodik, viseli sorsát. Hasonlóan látta sógora Vahot Sándorné Csapó Mária, aki szerint a közönséges társas életben is igen mulatságos ember. Társalgása kellemes, változatos és szellemdús. Kiemelte kifejező kék szemét, férfias, biztos modorát, amely idézett a kitartó munkaerőre, a kutató észre, és a meg nem vesztegethető becsületességre, idézőjelben utal. Szenvedélyes kedvelője volt a zenének, mint írta, igen szeretett zongora kíséret mellett énekelni, és szép hajlékony hangi alkalmas is volt erre. Ugyanígy látja a kortárs az 50-es évek végén Erdély izmos, erős szőke férfi folytonos jókedvel, vidám, derült, szeretetre méltó kedéllyel, szeret bölcselkedni, de szeret dalolni is. Igen jól tudja összekötni a férfias komolyságot, s a társalgás szokráteszi fűszerét mindazon tulajdonokkal, melyek a társalgó barátot, a vendéget kedvelté, óhajtottá teszik.
1860-as években két súlyos betegség érte, 62-ben és 63-ban. 68. januárjában megrendülten, valóban országosan megrendülten búcsúztatják a nekrológok. Most csak a vasárnapi újságból Vadnai Károly cikkét emelem ki, amely az embert is megmutatja, idézett. Nem fogjuk látni többé becsületes, eszes, férfias arcát. Nem gyönyörködünk többé kedves, élénk, zamatos társaságában. Pont, minden magyar nép, de tudott szöveget és dallamot, s képes, s kész volt jó társaságban százával, vagy ezrével is énekelni egymás után. Nagy zsoltáros is volt. Az erőteljes ódon templomi költészet erősen hatott lelkületére, s filozófiai, fusi tanulmányai és eszmélkedései éppen nem ingatták meg mély vallásos érzületét soha. Az érzés is a gondolat, a hit és a meggyőződés. A műérzék és a tudományosság ritka összhangban olvadt egyéniségében. Egész ember volt ő, minővel csak ritkán találkozunk a felületes földi világban. Kiemelte szervezői készségét, amelyen maga közt mindig irodalmi kört teremtett. Nagy munka, tovább folytatja, nagy munka, most néhány oldal, mondatot kihagytam, nagy munkássága, szorgalom és tanulmány, nem pedig túlkönnyűség eredménye volt, sőt, néhol meglátszanak a teremtés nehéz küzdelmei is, bár azokat természetes egyszerűség és bensőség mérséklik. Alaposan és lelkiismeretesen dolgozott, soha nem írt le semmit, amiben ne lett volna saját formáját kereső gondolat. Az eszme és az alak művészi összhangjára törekedett. Közvetlenségét jellemzi, hogy Jancsi, idézett, az otthon kapott parasztos nevet barátai között mindig megtartotta. Nem volt véletlen, hogy aranyidézettel kezdtem. Gondolkodásuk, ízlésük, szemléletük hasonlított, egy valamiben azonban eltértek egymástól. Arany visszahúzódó, epikus hős volt, erdélyi drámai hősként élt. Vállalta a harcot, nem rettent vissza soha. Minden ellenfelét legyőzte egy kivételével. Ez pedig a rohanó idő volt. Vele szemben alul maradt. Az idő és a szívbaj álnok ellenfélként lassan szívta erejét, míg végül 54 évesen a földbe döngölte. Most még egy mondatot, ha szabad, hozzáfűznék, az idő, mint ellenfél. Mi unokák már dédunokáinkkal játszhatunk, ő unokáit sem ismerhette. Az első halála után 35 évvel született, míg a legutolsó, a legkisebb halála után majd 60 évvel. Köszönöm figyelmet!